Együttműködési szerződést kötött a nagykanizsai önkormányzata a helyi labdarúgó csapatot és a kézi labda klubot üzemeltető KFT-vel. A megállapodás értelmében a cégeknek mindent meg kell tenniük azért, hogy a két csapat a következő időszakban magasabb osztályban tudjon szerepelni. A támogatások kérdéséről az augusztus 30-ai közgyűlésen szavaztak a képviselők. Gondi Zoltán sportért felelős tanácsnak szerint két szempontot vizsgáltak a határozat esetében az anyagi fenntarthatóságot és az eredményességet. Az FC Nagykanizsával kapcsolatos napi rendet egyhangulag fogadták el a városotják, a kézilabdával kapcsolatos döntést azonban 8 igennel és 7 tartózkodással szavazták meg. A tulajdonosi bizottság két dolgot kijelentett. Az egyik az, hogy nagyon örülne neki, ha mondjuk a labdarúgó Kft-t nézzük, hogy a 2023-24-es bajnokság végén jussanak fel a magasabb osztályba, tehát az MB2-be. Ez például, akár is nézzük, egy nagyon fontos kijelentés. A másik ilyen kijelentés az az, hogy amik most az üzleti tervben szerepeltek, azok ugyanúgy érvényesüljenek, mert a város egy személyben ő nem akar támogatója lenni a KFT-nek. A futballklubot üzemeltető KFT nem sokkal a 2018-as feljutást követően jött létre, és többször pályázott már támogatásra. A városi sportkeretre szánt összeg azonban erre nem biztosított keretet. Stratégiai céljai között szerepel, hogy szintet lépjenek és az utánpótlás képzésben, valamint a piac képességben is fejlődjenek. Nagyon fontos, mert nem tudjuk uh, fenntartani önerőből ezt a szintű versenyeztetést, és mi mindig azt kértük, hogy a költségvetésünk 25%-át uh, támogassa a választ, és akkor többit megoldjuk, és ez hosszú éveken keresztül nem sikerült, és most ezzel a megállapodással megkaptuk ezt a mértékű támogatást, ami stabilitást ad a következő évekre. A kézilabdaklub a 2019-es NB1B-ből való kiesést követően folyamatosan küzdött a magasabb osztályba kerülésért. A Délszalai Kézilabdaklub Kft-t az elmúlt évben hozták létre, mivel a gazdasági társaság létrejötte alapfeltétel a másodosztályú szerepléshez. A felek két évre szóló megállapodást kötöttek. Valahol a munkáknak az elismerése is, még ha csak rövid ide is működik ez a cég, hogy az önkormányzat számol azzal, hogy, hogy, egy potenciális támogatója lehet ennek a cégnek. De hangsúlyozom, ez mind csak lehetőség. Tehát ez a megállapodás ez nem konkrét számokról ír, nem azt mondja, hogy az önkormányzat mindenképpen támogatja. A lehetősége van meg annak, hogy amennyiben a, a cég, illetve a cég által versenyeztetett jelen pillanatban MB2 ö, osztályban szereplő férfi felnőtt csapat, fogalmazunk így, ha megérdemli, akkor valamilyen összegű támogatást kapni fog. Gondi Zoltán hozzátette, a döntésekre azért is szükség volt, mert a mai látvány sportok esetében alapelvárásnak számít, hogy a magasabb szinten szereplő klubokat egy KFT üzemeltesse.